bizony Dibusznak a pipából kellett kiszedni ezt a labdát. Egyszer fent, egyszer pedig lent. Közhelyes szólás, de minden labdarúgóra igaz, azon belül talán a kapusok szerepét lehetne vele a legjobban jellemezni. Egy jó mozdulat a mennybe, egy rosszabb pokolba küldheti a hálóört. Dibusz Dénes évek óta kiemelkedik az NB1 kapusai közül, de mint mindenki pályafutásában, az övében is voltak hullámvölgyek a szép pillanatok mellett. Bár nagyon összetett kérdés, megpróbáltunk utána járni, hogy hogyan lehet a szélsőségeket a legjobban kezelni. A kapus az egy speciális lelki alkat. Tehát neki egyszerre kell jó tűrni a magányt, és egyszerre kell csapatembernek is lenni. Tényleg kell egy speciális lelki alkat, nem csak a reflexekről szól egy kapusnak a működése. A kapus poszt az ugye nyilván a legnagyobb terhet jelenti a csapaton belül, hiszen rajtunk van a legnagyobb nyomás, ugye nekünk nem szabad hibázni, gyakorlatilag nekünk kell tökéletesen játszani minden mérkőzésen. Én azt gondolom, hogy a Dénesnél ez abszolút rendben van, tehát ő nem az a típus, aki így el fog szállni magától, és akkor diadalitasan végigvonul a városon egy-egy ilyen siker után, mint ahogy egy kudarc után se ballag a fal mellett, hanem tudja azt helyén kezelni, és a sikert azt talán még egyszerűbb és még könnyebb, mert abban az egy ilyen felemelkedett állapot, és azt így lelkileg sokkal könnyebb. Utána lévő edzésmunka is könnyebben jön, lazább vagy, felszabadultabb vagy, úgyhogy azt szerintem ő ezt nagyon jól tudja kezelni. Hogyha sorozatban hajt végre bravúrokat, és a média fölkapja, és elkezdik sztárolni, ezt egy jó személyiségű kapus nagyon jól tudja kezelni, és nem fog ettől elszállni, és nem fog emiatt belehibázni a következő mérkőzésbe. Az érem másik oldala, amikor a kapus negatív hős egy mérkőzésen, és egy pillanat alatt meghozott rossz döntés pontokba kerül a csapatnak. Egy kapus mindig magában keresi először a hibát, és én is így vagyok ezzel, hogy próbálok megoldást találni arra, hogy most vajon mi lehetett az egy-két momentum, amikor esetleg reagálhattam volna másként, és akár ugye meg lehetett volna előzni a bajt. Hogyha hibázik egy kapus, akkor és ez utána problémát okoz neki, akkor gyakorlatilag el kell vele mondatni, hogy mi is történt, hogy történt, mennyire hibás az egészbe, hiszen csapatjáték, és nagyon ritkán lehet azt mondani, hogy ezért a gólért 100%-ban csak és kizárólag egy valaki, jelen esetben a kapus volt felelős, de beszélni kell róla, nem szabad emiatt ledorongolni, hiszen a hiba az a játéknak a része, ráadásul csapatsport. Lehet, hogy ő beejtette a labdát a hálóba, de hogyha a védő jobb szögben áll előtte, akkor a labda el se jutott volna hozzá, tehát hogy ez egy komplex kérdés egy csapatjátékon belül. A hiba, én azt gondolom, hogy tudomásul kell venni, hogy a sportban benne van, tehát a legnagyobbak is hibáznak, és valószínűleg ő is fog még hibázni, ő is fog még potyagolt kapni. A Puskás ellen ugye 61 méterről kapott egy gólt, amiről én azt gondolom, hogy abszolút nem tehetett. Tehát az egy védhetetlen, egy háríthatatlan lövés volt, jó pozícióban volt, mégis ugye ez tűnik a legnagyobb potyagolnak, hogy egy kapus 61 méterről gólt kap. Pályafutásod során már többet ilyet nem fogsz kapni, ezt kimerem jelenteni. Ezen át kell esni, túl kell tenni magunkat rajta, és én szerintem próbálj meg előre nézni, és ebből azt a következtetést levonni, hogy itt a pályán mindenre lehessen számítani, mert bármi előfordulhat. Ha már szóba került, megkerülhetetlen téma a felcsúti mérkőzés. Hogy a szakmailag értékelem a gólt, akkor ott nem hibáztam, nem álltam rossz helyen. Igazából azt nagyon jól elrúgta a Jani. Tényleg gyakorlatilag zsinóra húzták a labdát, nagyon nagy szerencsémnek kellett volna lenni, hogy azt én bárhogy is tudjam hárítani. Nyilván nagyon rosszul néz ki, nyilván nagyon rossz volt ott megélni, hogy most tényleg ez velem történik meg, és miért. Mert nyilván akkor az ember keresi az okokat, hogy igazából rúghatta volna ezt a gólt egy héttel később, és szurkolóinktól kaptam hideget, meleget. Bízom benne, hogyha mondjuk megnézik ezt a műsort, akkor kicsit más megvilágításba helyeződik náluk is mondjuk az a gól, és mondjuk megértik azt, hogy mondjuk ott sajnos nekem ott kellett állni, és sajnos ez egy olyan lövés volt, amivel ott nem tudtam mit kezdeni.
Hasonló nehezen emészhető emlék az ausztrálok elleni válogatott meccs. Lehet, hogy az volt pályafutásom egyik olyan mérkőzése, amiből nagyon sokat tudtam tanulni. Nem is feltétlenül magából a mérkőzésből, hanem abból, hogy próbáljam meg magamat egyéb dolgoktól függetleníteni. Nem pattant úgy fel a labda, hogy én azt vártam, így egy elég csúnya gól lett belőle, úgyhogy ezt igazából sajnálom, de tanultam abból a néhány napból és abból a mérkőzésből is. Természetesen kellemes emlékekből sincs hiány, elég a kupa győzelmet érő 11-es hárításra gondolni. Az egy nagyon zaklatott időszak volt, ott sokáig küzdködtem a bokámmal, az akkori vezetőedző Tomás Doll. Edzés után, meccset utolsó edzés után megkérdezte a Tonót, hogy hány százalékosnak mondaná. Hát azt mondta, olyan 70-80. Azt mondta, jó, neki az elég, mert nyilván a csapatnak kell az, hogy ott legyek a pályán, és hogy stabilitást adjak. És szerencsére tényleg ugye jól alakult az a mérkőzés, a rendes játékidőben is voltak védéseim, és ott nyilván a büntető párbajban is egyet sikerült hárítani, úgyhogy az ott egy nagyon katartikus mérkőzés volt mondhatni, hiszen tényleg egy 3-4 nappal előtte még nagyon távolinak tűnt, hogy pályára lépjek. Bevallom őszintén, nekem még a mérkőzés napján is voltak kétségeim, hogy milyen teljesítményt fogok tudni nyújtani, de szerencsére jól alakult, és ott a mérkőzés közben is stressz azért elfeledtette velem azt, hogy elég nehezen tudok mozogni. Egy kapusnak tehát a fizikai és technikai képességei mellett mentálisan is mindig rendben kell lennie, és bár sikerek és mélypontok mindig vannak, a legfontosabb, hogy a megszerzett tapasztalatot minden téren hasznosítani tudja. Azt a nyomást is megtanulni kezelni, hogy itt a Fradiban ugye mindig csak a győzelem, ami elfogadható, és ellenünk mindig meg háromszorozott erővel küzd minden ellenfél, és hogy gyakorlatilag ugye ezzel tudnunk kell megbirkózni, hiszen ez minket is arra kényszerít, arra ösztökél, hogy mi sem engedhetünk meg magunknak a 100%-nál kevesebbet. Úgyhogy ezek szerintem nagyon jó dolgok, és az biztos, hogy ezt a tapasztalatszerzési folyamatot felgyorsította nálam, hogy egy ilyen klubban, egy ilyen csapatban szerepeltek hétről hétre.